Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi energia, ahol megtekintjük azt, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait, az itt felül és alul látható. A madarak jelentik a mozgást, a könnyűséget, a vidámságot, a csevegést. Ő beszélni akar veled, és itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot köztetek. Ami a munkát, hivatást illeti, a gyűrű lehet egy szerződés, és itt van a kommunikáció. Ami az érzelmeit illeti, az itt bal oldalon láthatók. A gólyák azt jelentik, hogy változik valami nála, vagy a környezetében, vagy a hozzáállása, vagy másképp érzi magát. Itt a csillagok szerencsét hoznak, és ez a kép utal a nyilvánosságra. Sikereket akar, szeretné elérni azt, hogy mások észrevegyék őt, vagy mindkettőtöket. Mit fog tenni, az itt látható. A kereszt jelenti a hitét, de azt is, hogy útban van hozzád. Itt van a remény, ez a kártya lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolat is, és a ház jelenthet családi témákat, vagy hogy ő meg akar látogatni téged, vagy hogy szeretné azt, hogy te látogasd meg őt, vagy a ház azt is jelenti, hogy szeretne veled együtt kiépíteni valamit. Ez lehet egy közös cég, de lehet egy közös otthon is. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák, ami a kommunikációt illeti. A kereszt jelenti a hitet, vagy vallási témákat, vagy azt, hogy útban van hozzád, találkozni akar veled, beszélni akar veled komoly döntésekről. Ami a gyűrűt illeti, ezek lehetnek kapcsolatok, szerződések. Itt a kutya jelenti a hűséget, hogy hűséges hozzád, marad ebben a kapcsolatban. A kutya jelenthet barátságokat is, hogy velük is tartja a kapcsolatot. Mit szeretne megváltoztatni? Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, egy kreatív tevékenységet, vagy egy ajándékot. Tehát jó szándékokkal közeledik hozzád. És mi hoz szerencsét? Hogy ő le tud zárni régi dolgokat. Itt vannak akkor a változások, ez lesz egy szerencsés fordulat. És a nyilvánosság, ő áll a nyilvánosságon, neki vannak ezek az elképzelései, hogy sikerei legyenek, hogy mások észrevegyék őt. És milyen döntéseket fog hozni? Itt a kereszt jelenti azt, hogy elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ebben az esetben a kígyó az jelenthet mellékutakat, hogy ő mellékutakon közeledik hozzád. Ez a ház, az otthon, a család. Itt vannak kapcsolatok, vagy szerződések. Ez lehet egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés is. A kígyó lehet egy hölgy is, és ő most döntéseket hoz, hogy együtt marad-e ezzel a nővel, igen vagy sem.
De itt a remény, hogy téged választ, és veled keresi a kapcsolatot. A hajó. Itt megjelenik a gólya ugyanúgy, mint itt, tehát lesznek változások, megvan a remény hozzá, közeledik hozzád, beszélni akar veled, keresi a kapcsolatot veled, tervez egy jövőt, lehet, hogy mellékutakon jön, de aki így jó, azt is jelentheti, hogy van egy nő még a háttérben, de a koporsó itt nála azt jelenti, hogy lezárja ezt a kapcsolatot. Az ő jelenlegi helyzete, itt az utak vannak, hogy már útban van hozzád. És a te jelenlegi helyzeted, itt vannak még viták, veszekedések, nézeteltérések, de változik a helyzet, itt van a remény hozzá, lezárulnak ezek a kellemetlen dolgok. És ez volt ez az általános jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!